Új toronysüvege lesz a galgahévízi Szent Miklós római katolikus templomnak még szeptemberben. Ez fontos állomása a több mint 28 millió forintos felújítási programnak, ami LEADER pályázaton elnyert, vissza nem térítendő forrásból valósul meg. Polgármester úr, hol tartanak jelenleg a templom felújítási munkálatai? Jelenleg a templom felújítási munkálatai a toronysisaknál tartanak. Úgy néz ki, hogy a kivitelező szeptember 23-áig elkészül, és délelőtt 10 órakor felemelik a helyére a sisakot. Egyébként mi van még hátra, mert ez egy hosszabb folyamat? Így van, ez nem itt lesz a vége a toronysisak felemelésével. A kivitelező keresése van épp folyamatban a homlokzatnak a színezéséhez és a homlokzati felújításokhoz, úgyhogy valószínű, hogy tavasszal folytatódik majd a munka, amikor teljesen el fog készülni a templomunk. Egyébként ütköztek-e bármilyen nem várt akadályba itt a felújítási munkálat során? Igazándiból akadálynak nem mondható, inkább találtunk háborús belövést a toronyba, amit ki kellett javítani, ezek pluszköltséget fognak jelenteni. Vannak olyan dolgok, ami villámhárítás és egyéb dolgok, amit majd meg kell csinálnunk, de akadály nem volt, tehát folyamatában tud menni a munka. Említette a költségeket, mit jelent mégis ez nagyságrendek, ez a pluszköltség? Nem igazán tudom pontosan, hogy ezek milyen költségek lesznek az egyház költségvetésén belül. Ugye a pályázat elnyerése az 28 millió 200 ezer forintról szól, ez le van írva, hogy mit kell ebből megcsinálniuk, ebbe benne van a toronysisak és a homlokzat felújítás, tehát minden egyéb költség az az egyház közösségnek a pénzéből fog majd kifizetésre kerülni. Nagy tételű összegek ezek. Egyébként manapság sajnos ritka, hogy településeken templomot ilyen mértékben tudnak felújítani. Ugye itt is egy támogatásnak köszönhető ez. Így van, köszönhetjük a Vidékfejlesztési Minisztériumnak, és a LEADER-en belül nyertük ezt a pénzt, ezt a 28 millió 200 ezer forintot. A régi toronysisak 4,5 tonnás volt, az új már 6 tonnát nyom. A toronysüveget egy olyan mesterember készíti, Ócsai Sándor, aki már bizonyította a szaktudását, például a Tiszaroffi, a Szári vagy a Ráckevei templom toronysisakjának cseréjekor. Galgahévízi templomnak egy új toronysisakja lesz. Mit lehet erről tudni? Milyen anyagból készül? Hány méter magas lesz? Borovi fenyőből készült. 9,5 méter magas. És teljesen az előző megtaláltak szerint készült. Tehát én azt gondolom, hogy ez most már legalább a negyedik formátumú üveg rajta. És hát megközelítőleg az lett megtalálva annak a formája, amit valamikor terveztek. Hány elemből tevődik össze ez a sisak? Mert gyönyörű szép az látszódik, de nagyon sok munka van vele, és nagyon aprólékos ez a munka. Ez közel másfél hónapja csináljuk. Olyan 11 köbméter bruttó borovi fenyő van benne, és a keresztmetszetek mind a jövőre irányulóan vastagítva van, tehát ami fönt volt, mondjuk volt 18x18-as, meg 20x20-as, az biztos, hogy kiegyenlítettük 20x20-asra, tartósabb legyen és súlyosabb legyen, éppen az miatt, mert mostanában olyan szelek vannak. Hát, hogy hány elemből van, azt megmondom őszintén, még nem számoltuk össze, de nagyon sok. Sőt, van, amikor a terv ehhez képest még valahova igényeltetik egy bizonyos faanyag fakötésekkel, és akkor azt még mi berakjuk. A toronysüveg szerkezetét azért készítik borovi fenyőből, mert az anyaga tartós és ellenálló. Én nem vagyok híve a felújításnak, mert általában az maximum 30 év, aztán dobhatják el úgy kukába. Tehát a felújításnak nem vagyok híve. Na, ez az a küszködés, amikor a hatóságokkal azt mondják, hogy a régi mesterek munkáját őrizzük meg, igen, meddig, 30 évig, és aztán megy a szemétbe. Egyszerűbb lenne, hogyha azokból egyes elemeket most megőriznék, konzerválnák, és akkor azt tennék el, hogy 100 évre valami tájházba vagy múzeumba, ha már mindenáron meg akarjuk őrizni. Én azt gondolom, hogy Itt egy kicsit liberálisabb magatartást külön tanúsítani, mert pontosan ugyanazokkal a fakötésekkel, ugyanazokkal a faszegekkel, ugyanavval a technikával meg tudjuk csinálni, akkor szerintem hagyni kellene. De azt is megértem, mert sokan berhelik, bütykörészik, és hát féltik.
A galgahéviziek nem csak a templom megszépülését várják, hanem a hagyománnyá vált szüreti mulatságot is. Hogyan készülnek erre az eseményre? Fáradtan és mindig előrelátóan. Tehát igen, nagy munka ez a szüreti megszervezése, de ezt mi akartuk magunknak. Szerettünk volna egy régi jó szüretit felépíteni itt Galgahévízen, mert hát igen, nagy hagyománya van, és végig minden évben meg szoktuk ezt tartani őseinktől egészen a mai korig. Most már kibővítettük ezt külsősökkel, tehát érkeznek hozzánk Bagról, Boldogról, Erdőkültről, Zengővárkonyból, Kiskunfélegyházáról, Gombáról, még jönnek a Honvéd Táncegyüttesből is, hiszen az idei szüretiben a Honvéd Táncegyüttes egyik kiváló párosa és a Primisza díjas Zámbó István lesz a kocsmáros, és annak a kedves neje most már a kocsmárosné. Milyen programok várhatók itt még a mulatság során? Kétnapos ünnepre tettük a szüreti napok mulatságot. Szombaton kulturális műsor van, itt a Turai Városi Hagyományos Együttes fog bemutatkozni. Ők fogják előadni mindazt, amit mostanában alakultak és tudnak már repertoáron hozni. Utána lesz táncházunk, amit a Talsói Zenekar fog lehúzni. Ez lesz a szombati program. Az hozzátartozik, hogy a táncház az, ha az idő is megengedi, akkor az újonnan felavatott közösségi udvarról lesz egy kemencézéssel, tehát még kibővül az ottani programokkal, és vasárnap délbe indul a szüreti felvonulás. Jelenleg úgy néz ki, hogy 20 lovaskocsira tudjuk feltenni a népet, mert közel 300 fő lesz a szereplő felöltözött vendégünk, és megcsináljuk azt a kört, amit minden évben megteszünk, Galgahévíz Zen keresztül, ötállomással és a Hévíz-Györki állomással együtt itt Galgahévízen fejezzük be a főtéren. Itt lesz egy kis mulatozás, majd egy vendéglátás a művelődési házban. A szüreti mulatságra a galgahévízi önkormányzat 250 ezer forintos támogatást nyert el az Itthon vagy Magyarország Szeretlek országos programsorozat keretéből. Kulturális programmal kezdünk szeptember 28-án 18 órakor, és körülbelül olyan 20 órakor a közösségi udvarban a táncházzal. A felvonulás pedig 29-én, szeptember 29-én vasárnap délbe indulna a művelődési háztól, és végig azokon az állomásokon, a megszokott állomásokon, és szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt a környezetünkből, nem csak galgahévízieket, hanem a körülöttünk élő embereket is, és külön megkérem a galgahévízi állampolgárokat, hogy a tavalyihoz hasonlóan idén is járuljanak hozzá a szüreti felvonuláshoz oly mértékben, hogy finom süteményekkel, italokkal kínálnak minket egy-egy állomáson. Az önkormányzat Tiszta Udvar rendes házversenyt hirdetett meg, amelyre 13-an jelentkeztek. Az ötfős zsűri szeptember 28-án hirdett eredményt. A legszebb portadíja egy gyönyörű kerámia tál lesz.